A koronavírus járvány generáció képző esemény a mostani fiatalok számára. Ez a hipotézise annak a kutatásnak, amit a Szegedi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán végeznek. Korábban hasonló generáció képző volt a szeptember 11-i New Yorki terrortámadás vagy a berlini fal leomlása. De mi értelme van egy ilyen kutatásnak? Mire használhatóak az eredmények? Ezekről is kérdeztük Fekete Marian szociológust, egyetemi adjunktust. A riporter Bánszki Krisztián. Mit takar a generációk azonosítása Big Data logikával a posztpandémiás időszakban projekt elnevezés? Vannak olyan nagy jelentőségű történelmi, társadalmi események, amelyek tulajdonképpen beleégnek minden egyes ember tudatába, akik ezt akkor megélik. És ez a beleégés, ez tulajdonképpen lehetetlenné teszi a felejtést. Minden nagy generációnak megvannak ezek az ilyen rendkívül jelentős események. Például Pearl Harbor az ugye az idős az építők nemzedékének, vagy a baby boomernek a Kennedy elnök megölése, az X generációnak a fal leomlása, vagy ugye a szociális sablok összeomlása, az Y generációnak ugye szeptember 11, mindannyian tudjuk, hogy mit csináltunk aznap, amikor ezek az események megtörténtek. Tehát, hogy ezeknek az eseményeknek az összessége tesz minket tulajdonképpen azzá, akik vagyunk, vagyis járunk hozzá, és így megformálja a generációs karaktert. Na, a mi kutatásunkban az alapkérdés az, hogy a COVID az tud-e olyan nagy jelentőségű esemény lenni, társadalmi történelmi jelenség, ami megkonstruál egy történelmi fiatal COVID generációt. Tehát, hogy a mostani fiatal generációból lesz-e képes-e arra a COVID, hogy megformálja ezt a COVID generációt. És ugye a harmadik a címben ez a Big Data. Ugye a Big Data az nagyon egyszerűen megfogalmazó, ugye hatalmas információtömegnek az összegyűjtését, a rendszerezését és ezek statisztikai elemzését jelenti. Tehát itt a tudományos kutatásunk módszertanára utalunk, hogy Big Data módszereket fogunk használni a kutatási kérdéseknek a megválaszolására. A McHarroynak a logikája alapján döntöttek úgy, hogy akkor a fiatalokat szeretnék megszólítani? Tehát ahogy említette, hogy fontos, hogy a jelenlegi pillanat alapján döntéseket hozzunk. Igen, mint mondtam, hogy a ifjúság szociológus vagyok, illetve a kollégáim is nagyon jelentős személyiségei, tudósai az ifjúság kutatásnak. Mi úgy véljük, hogy ez a COVID jelenség, ami beköszöntött az életünkben 2020 tavaszán, ugye ez a társadalom valamennyi szegmensére és valamennyi szereplőjére, valamennyi csoportjára erős hatást gyakorol. De az a meglátásunk, hogy különösen a fiatalok kitettek nagyon a COVID-nak és az összes vonatkozó korlátozó intézkedésnek, ugye az intézmények egyetem bezárása, az online oktatás, ugye a szociális kapcsolatok, a társas kapcsolatoknak a korlátozása, hiszen ugye fiatalok életének ezt a szakaszát, ezt a úgynevezett ifjúságot, az ifjúság életszakaszt egyébként is a sebezhetőség időszakának tekintjük, tehát ezt a 15-29 éves életszakaszát az embernek. Azért hívjuk ezt sebezhető életszakasznak, mert hogy tulajdonképpen, ahogy szoktam fogalmazni a szemináriumon is, hogy ekkor történik meg a fiatalokkal tulajdonképpen, meg az emberrel egyáltalán minden, ami fontos és lényeges, és minden, ami ezután történik, az már csak ráadás havatoltán úgymond. Tehát ugye ebben az életszakaszban szerezzük meg az iskolai végzettségeket, amelyek ugye fontosak ahhoz, hogy a munkaerőpiacra be tudjunk lépni, bent tudjunk maradni. De ebben az időszakban születnek meg azok a nagyon fontos kapcsolataink, baráti, professzionális, intim kapcsolatok, amelyek kellenek ugye az élethez. Ekkor történik meg a fiatalok leválása a szülői családról, a háztartásváltás megtörténik, az önálló élet megalapítás, a gyermekvállalás, tehát maga a felnőtt élet. Ami egyébként is, tehát mondom, egy hangsúlyozottan nehéz szakasz, tele kihívásokkal, kockázatokkal, és ebbe az életszakaszba, ha bejön egy ilyen esemény, amit ugye korábban soha nem tapasztaltunk, amit a COVID hozott, ez a hatalmas bizonytalanság, kiszolgáltatottság, a kételyek, a félelem, hogy fogalmunk sincs, hogy mi fog történni holnap, vagy holnap után, hogy elmaradtak a fiatalok életében azok a nagyon fontos korszak kijelölő események, mint akár egy bankett, egy szerenád, egy ballagás. Tehát az egyetemi oktatásban is gondoljon bele, hogy bekerülnek a gólyák és egy COVID szituációba, tehát semmi nem úgy történik, ahogy az kellene normálisan. Ugye? És hogy ezek az események egyébként is erre a
sebezhetőségre így rárakódva, tehát véleményünk szerint nagyon alaposan és nagyon-nagyon markánsan gyakoroltak hatást, és rendkívül erősen határozzák meg a fiataloknak az élethelyzet értékelésüket, a problémai szelésüket, azt, ahogyan látják a világot, a saját helyzetüket benne, illetve a jövőjüket. Tehát ez a feltételezésünk, hogy meghatározza ennek a fiatal generációnak a karakterét, ez, amit most megélünk. Hogyan próbálják majd elérni a fiatalokat? Ugye, ahogy mondtam, ez a Big Data logikával fogunk dolgozni. A módszer, amit használunk, ennek az a neve, hogy social listening. Ugye a társadalomtudomány az egy logiko-empirikus tudomány, ami azt jelenti, hogy két lába van ugye a logika meg az empíria, tehát van egy elmélet, amit felállítunk, és ezt aztán ellenőrizzük gyakorlatban, hogy valóban úgy van-e, ahogy amit gondoljuk. Ugye ehhez a társadalomtudománynak különböző módszerei vannak. Jellemzően, amikor nagy populációt vizsgálunk, tehát sok embert, mint például az, hogy fiatalok, ugye 15-29 évesek akár, ugye ez egy nagy alapsokaság. Ilyenkor általában a módszer, amit alkalmazunk, ugye a survey kérdőíves kutatás. Ugye ez, amikor kérdőíves kutatások zajlanak, akkor ugye ez egy előre kutatók által összeállított kérdőív alapján történik ugye az adatfelvétel, ami ugye standard struktúrát kérdőív, vagyis azt jelenti, hogy a módszer a szakma szabályai szerint úgy zajlik, hogy mindenkitől ugyanúgy kérdezzük. Zárt kérdések vannak, ugye a felkínált válasz lehetőségek közül tudnak választani a megkérdezettek. Ugye ez egyfelől egy nagyon mesterséges merev szituáció, ugye rákényszerít egy gondolkodási logikát a válaszadóra. Hát a középkorú kutató által összeállított kérdéseket kell megválaszolni tulajdonképpen. Ami egyáltalán nem biztos, hogy maga az a jó kérdés, hogy a fiatalok is úgy látják ezt, és úgy értékelik a helyzetet, ahogy mondjuk azt egy középkorú kutató elképzeli. Tehát nem ezt a módszert fogjuk alkalmazni, hanem egészen innovatív módon közelítünk ehhez a kutatási problémához. Egy direkt erre a kutatás céljára kifejlesztett szoftver segítségével fogunk dolgozni. A social listening ugye az azt jelenti, hogy nem mi teszünk föl kérdéseket arra, hogy hogyan élték meg a fiatalok a Covid-ot, hogy online oktatást, egyáltalán a járványhelyzetet, a lezárásokat, a karantén, stb., hanem azokat a narratívákat szeretnénk elemezni, amiben a fiatalok maguk konstruálták ezt a járványhelyzetet. Tehát ahogyan ők elbeszélték ezt kommentekben, blogbejegyzésekben, posztokban, emotikonokkal, videókkal, a különböző közösségi média felületeken. Tehát most nyilván a szoftver egyéb titkait nem árulhatom el, tehát úgy van ez becélozva, hogy különböző kulcsszavas keresések fognak történni, és az alapján fogjuk vizsgálni a megjelölt időszakot, ez 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tart, és a közösségi média különböző online felületeken ugye elérhető a célpopulációnk, a célközönségünk által létrehozott szöveges tartalmakat fogjuk vizsgálni. Vannak-e már hipotézisek avval kapcsolatban, hogy milyen eredményekre számíthatunk, miután elemezték az eredményeket? Igen, hát természetesen ugye, amikor felvázoltuk ezt a problémát és ezeket a kutatási kérdéseinket megfogalmaztuk, természetesen felállítottunk olyan hipotéziseket is, hiszen anélkül nehéz lenne, ugye szoktam mindig mondani a hallgatóknak is, hogy a hipotézis úgy egy olyasmi, mint egy vörös vezérfonal, ami ott a szemeink előtt villócik végig a kutatásunk során, ugye ezt akarjuk megválaszolni, erről szól minden. Úgyhogy nekünk is megvannak a mi kis hipotéziseink, és hát úgy gondoljuk, hogy elsősorban, ami a fő kérdés volt számunkra, a fő állítás az, hogy valóban ez a COVID, maga ez az, ugye a posztpandémiás időszak, tehát ezek az egymást követő járványhullámok, a karantén, ez ugye mindegy olyan viszonyítási pont, egy olyan generációképző esemény tulajdonképpen, mint amit ugye említettem az imént, ami megvolt ezek a nagy események az idősebb generációknak, tehát mint az ikertornyok leomlása, a határnyitás, ugye a rendszerváltás a keleti blokkországaiban, stb. Tehát, hogy a mostani fiataloknak ez a karanténos, covidos időszak, tehát 20-20 márciusától ez egy ilyen generációképző esemény lesz. Tehát, hogy ezt így fogják reflektálni, így fognak erről beszélni, hogy ez ott tartalomelemzéssel ki fog mutatkozni, meg fog mutatkozni az ő narratívájukból. Továbbá feltételezzük azt is, hogy a generációváltásnak az időszaka tolódott. De alapvetően azt feltételezik ezek a modern generációs elméletek, hogy a generációk nagyjából olyan 20 évente váltják le egymást.
Mannheim annó még egyébként 1929-ben azt mondta, hogy olyan 30 évenként váltják egymást a generációk, de aztán, ahogy ugye felgyorsult az élet, a globalizáció, a technikai fejlődés, az újabb generációs elméletek olyan 15-20 éveket határoztak meg, ugye ezt követik a betűgenerációknak a felosztásai is. A mi hipotézisünk az, hogy ez kitolódott olyan 25-35 éves időszakra, mégpedig a posztadolescencia jelensége miatt, meg is magyarázom, tudom, hogyha szakszót használok, akkor azt így nem élik itt hagyni a parlagon. Tehát a posztadolescencia az azt jelenti, hogy a fiatalok életében egy eltolódott, elvált egymástól a biológiai értelemben vett felnőtté válás és a szociológiai társadalmi értelemben vett felnőtté válás. A biológiai értelemben véve, a biológiai, fizikai, fiziológiai, szexuális érésüket tekintve egyre korábbi életkorban válnak a fiatalok felnőtté, úgymond. Ugyanakkor a felnőttség társadalmi kritériumainak, szociológiai kritériumok pedig egyre később életkorban felelnek meg. Vagyis ugye egyre hosszabb időt töltenek el az oktatási rendszerben. Ugye ma már az egyáltalán nem ritka, ha valaki még 20-as évei végén, 30-as évei elején is egyetemi hallgató. Tehát egyre hosszabb az oktatási pályafutás, ugye egyre később lépnek be a munkaerőpiacra, ennek értelmében egyre kiebb tolódik szintén a háztartásváltás, a saját család megalapítása és a gyermekvállalás. Tehát a szülők és a gyerekek között már nem 15-20 év van, hanem inkább 25-35. És ennek ugye az is egy következménye, hogy ez az alfa generáció témája, ugye az alfával a 2010 után születetteket illetik, aki az év után jön. Tehát véleményünk szerint ez az alfa generáció témája, ez nem releváns még jó hosszú évekig, éppen emiatt a generációs váltás kitolódása miatt. Illetve hát a harmadik hipotézisünk az az, hogy a fiataloknak a megélt valósága ez alatt a mi vizsgálati periódusunk alatt, tehát a post-covid, az egymást követő hullámok alatt is folyamatosan változik. És ez a generációs identitás ez tulajdonképpen majd több szakaszban valósul meg, és elsősorban ez egy tudományos konstrukció. Tehát, ahogy mindig szoktuk is hangsúlyozni, amikor vannak ezek a betűgenerációs felosztások, ez a születési intervallumok, ez azért nem egy olyan éles dátum, mint mondjuk aranybulla 1222. Tehát ezt nem így kell ilyen merev szakaszként elképzelni, hát ilyen képlékenyebb. És elsősorban tehát tudományos konstrukció. Ha ugye az eredmények már megvannak, és mondjuk egy-két hipotézis is valós lesz, akkor hogyan tudnak majd segíteni a fiataloknak, vagy milyen első lépéseket tudnak megtenni a következtetések után? Köszönöm, ez egy remek kérdés. Hát nagy reményeink vannak egyfelől azt illetően, hogy ugye ennek a generációs kérdéseknek az ilyen típusú vizsgálata, big data-val való vizsgálata, ez hát nemzetközi tudományos szintén is egy novum. Tehát ez egy nagyon jól megalapozott és nagyon híres kutatássá tud válni, reméljük ezen fogunk dolgozni. Egyfelől, tehát ez a személyes ambíciónk miatt is nagyon fontos. De ami a fiatalok szempontjából nagyon fontos. A kutatási eredmények segíthetnek az ifjúsági szakpolitikák kidolgozásában, ezeknek a segítésében. A fiatalok élethelyzetére való reflektálásban. Akár mondjuk, ha az online oktatással kapcsolatos tapasztalatokat, attitűdöket, élményeket, jó-rossz élményeket vizsgáljuk majd. Tehát ezek az eredményeink is segítenek majd abban, hogy a jövőre nézvést fel legyenek ezek az eredmények használva, és ehhez legyenek igazítva például a gyakorlatuk, ugye, hogy a megfelelő módon tudjanak ezek az órák lezajlani, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy ugye a jövőben mi vár ránk, hányszor kell majd még az online oktatás eszközéhez fordulnunk. Tehát azért szerintem nagyon, nagyon hasznos tud lenni, ha ezekben tudunk majd segíteni. De ugyanígy a Covid-dal, vírushelyzettel, járványkezeléssel kapcsolatos attitűdök, vélemények, meggyőződések, félelmek feltérképezése is segítségre lehet ugye a jövőbeni egészségügyi szituációban, vagy akár az oltás járványszkeptikusságának a vizsgálata, hogy ez a fiatalok körében is tapasztalható-e, tehát hogy vannak-e olyan fiatalok, és esetleg körülírható-e a fiataloknak az a csoportja, akár szociodemográfiailag,
akikre jellemző ez a járványszkeptikusság, oltással szembeni ellenérzés, hogy ezeknek mi lehet az alapja, ezeknek a kezelése, segítése. Tehát nagyon optimisták vagyunk és bizakodóak ezzel kapcsolatosan, hogy valóban lesz gyakorlati haszna is ennek a kutatásnak, természetesen a tudományos eredményeken túlmenően.